Következzenek akkor a díjak. Elsőként Kalló Zoltán felajánlásából a külön díjat, Válaszúti vagy Kalota Szentkirályi távoli részvételt nyert Fekete Dániel. A díjat elhagyja. Közönségdíját Lajkó Levente adja át, aki pedig a legtöbb szavazatot kapta a nézőktől, Csiki István. Ifja Fekete János Poncsa táncának újraalkotója a díj, megosztva került kiosztásra. A díjakat átadja Éri Péter, a zsűri tagja, akit pedig kapják Pap András. Az újraalkotója díja 30-30 ezer forintos pénzjutalom jár. A másik díjazott pedig Melles Endre. Formálója szintén megosztva került kiosztásra. A díjakat átadja Fitos Dezső, szintén a zsűri tagja. A díjazottak 30-30 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek. Aki nyerte, Bordás Barnabás. Pénzjutalomban részesül. A 2014-es év kiváló legényes táncosa díjat Gyémánt Ádám nyert. Kérem, hogy a díjazottak maradjanak is a színpadon, hiszen pillanatokon belül elkezdődik a gálaműsor, melyet a hagyományokhoz híván Martin György emlékének ajánlunk. Az emlékműsoron közreműködnek a legényes verseny díjazottjai és az Ordasok táncegyüttes, Titos Dezső, Hajdú Flórián, Lajkó Levente, Kádár Ignác és Pap László előadásában a Keservesek és Legényesek című műsort láthatják. A gála alatt muzsikál Patyi Zoltán és Koncz Gergő hegedűn, Mester László Pintyő Brácsán, Szabó Csobán Gergő Bőgőn és Bobár Zoltán harmonikán.